Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Simicskó István, kereszténydemokrata néppárt képviselője, megemlékezés az Ungvári Unióról címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben Simicskó képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Nagyon megható és szép ünnepi pillanatoknak váltunk a tanúi, de valami hasonló, még ha nem is a rendszerváltás időszakát idéző, de 1646-ban egy nagyon fontos egyházi döntés született, hiszen ez idő tájt az Ungvári vár kápolnájában gyűltek össze pravoszláv papok, hogy eldöntsék azt, hogy elismerik-e a római pápa fennhatóságát, primátusát, vagy pedig maradnak pravoszláv papként továbbra is az egyház megyéjükben, abban a térségben, azon a felső magyarországi részen, ahol a szolgálatokat ellátták. Ez a döntés megszületett, és ezért is kértem szót és lehetőséget, hogy megemlékezzek erről a történelmi időszakról, hiszen nagyon fontos, nem csak azért, mert én magam görögkatolikus hitű és hívő vagyok, hanem azért is, mert azt hiszem, hogy a magyar kultúrát az egyház történeten keresztül is a görögkatolikusság és a benne élő magyarság és uszinság is, ez a közel 300 ezer hívet számláló egyház nagyon komolyan szolgálja, és gazdagítja és gyarapítja a nyugati egyházat is, ez a keleti egyház. Engedjenek meg egy rövid történeti visszatekintést, hiszen a történelem az élet tanító mestere, sok mindent megtanulhatunk belőle, és hozzá tartozik az emberiség történet, az egyház történet is, hiszen minden civilizáció valamilyen fajta vallási alapzaton jött létre. A magyarság vándorlásai során elsőként a bizánci szertartású kereszténységgel ismerkedett meg. Egyes előkelőségei már a 10. században Bizáncban lettek keresztények. Ezt mindannyian tudjuk, nagyon fontos azonban, hogy ne felejtsük el ezen történelmi tényeket. A honfoglalás követően nyilván a Kárpát-medencébe történő bejövetel és letelepedés után 953-ban a konstantinápolyi patriárha térítő püspököt küldött ide a Kárpát-medencébe, Szent Hieroteos személyében, aki megkezdte a térítő munkáját, és bizony Szent István király időszakában több metropólia működött az akkori Magyar Királyság Magyarország területén. Tudjuk persze, hogy az 1054-es nagy szkizma, nagy egyház szakadás követően ez megcsappant Magyarországon, és a nyugati típusú a római ritus került elfogadásra, de ettől még a bizánci ritus is helyet kapott a magyar egyház történetben. Tisztelt országgyűlés, okmányszerűen bizonyítható, hogy 1365-ben Nagy Lajos király engedélyével Korjatovics Tódor podóliai herceg szláv anyanyelvű ruszinokat hozott be Kárpátaljára, ahol már értek korábban is szlávok és keleti keresztények. A herceg Munkácson alapította meg az ortodox Szent Miklós kolostort a Csernek hegyen. Az Ungvári Unió létrejöttét Homonnai Drugent János gróf, Zemplén vármegye főispánja, későbbi országbíró támogatta, egyengedte, majd fia Homonnai György, aki Felső Magyarország főhadvezére volt, hívta be édesanyjával közösen, Jakusi Csannával közösen Partén Péter szerzetest, a Munkácsi Kolostor házfőnökét, és Kosovicki vagy Kosovics Gábor, bazilita szerzetest Lengyelországból. Ők győzték meg a Felső Magyarországon lelkészkedő pravoszláv papokat, hogy támogassák az uniót a szentszékkel. És ez eredményes lett 1646 április végén. Teológiai szempontból természetesen megkönnyítette az uniós célok elérését a firenzei zsinat, ami 1439-ben egy komoly határozatot hozott arra nézve, hogy igenis a görög ritust el kell fogadni és támogatni kell, amennyiben a Szentatyát az egész egyház fejének tekintik. Nyilván 1646-ban nagyon fontos döntések születtek, hiszen megtarthatták is azokat a jogokat, amelyeket a római katolikus papok is megtarthattak, azokat a kiváltságokat megkapták a görög katolikus lelkészek és papok is. Kárpátalja jurszín és magyarajkú bizánci ritusú hívei az Ungvári Unióval léptek egységre Rómával. Ezért történelmi pillanatokat éltek meg akkoriban, és nyilván ezért emlékezünk erre a mai nap folyamán is. Mária Terézi alapította meg számukra a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyét 1771-ben, és 1912-ben pedig május 6-án, hiszen lassan itt is tartunk majd, a hajdúdorogi egyházmegyét is 10. Pius pápa alapította meg, ami mindenképpen történelmi időszaka volt a ruszinságnak és a görög katolikusságnak is. Kárpátalján nem volt ruszin nemesség, egyedül az egyházuk, a papjaik jelentették
a megmenekülést és a lehetőséget az élethez. Ők képviselték ezt a szegény népet, így egyetlen menedéke és reménye a felekezete, a liturgiája volt az ott élő ruszinságnak és magyarságnak, és ahhoz kötődő szokások és magatartásformák voltak. Van egy ilyen mondás, hogy minden ruszin görög katolikus, de nem minden görög katolikus ruszin, ez persze nem teljesen állja meg az igazságot, de azért sok mindent kifejez. Arra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogy a megmaradás és az erősödés a célja a görög katolikusságnak is. Én bízom benne, hogy az az építő jellegű alkotó munka, ami megkezdődött, és nyilván a két nagy egyház, két keresztény egyháznak a megbékélési folyamata is tovább fog erősödni az elkövetkező időszakban. Szükségünk van erre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Simicskó képviselő úr.